Végre! Végre! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, én Jussó vagyok, és hát elérkezett végre valahára a nagy nap, hogy ki tudom hirdetni srácok, hogy ettől a pillanattól kezdve elérhetőek a Jussó TV-s termékek. Hát akkor most nézzünk meg egy párat együtt. Bám, itt is van az első srácok, a jó öreg Jussuminátoros póló. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá egyébként. A logót azt tulajdonképpen már ismerhetitek. Ez a megszokott YouTube-os fejlécennek tulajdonképpen egy kicsit felturbózott változata. Meg is mutatom nektek. Várjál, így. Így látszik is. Ez az. Na, szóval ő az egyik srácok, tulajdonképpen ezeket a cuccokat, amiket most fogok nektek mutatni, ezeket már a shopból meg tudjátok vásárolni ajándékba, vagy magatoknak, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy végre valahára elérhetőek, rengeteg más színben is található, de csak hogy mutassak még egy párat ezeken kívül, mert hogy egy párat sikerült elnyúlnom magamtól, úgyhogy itt van például egy ilyen. Ez egy kék férfi póló, ami szintén egy másik, egy kicsit átdolgozottabb Jussó TV-s logóból lett kreálva, ami szerintem egyébként baromira jó, és ezt is nagyon-nagyon szeretem. Tulajdonképpen jelen pillanatban ez a két minta az, amik váltakoznak különböző dolgokon, tehát például pulóvereken, csak hogy mutassak egy példát is, itt van például egy fekete pulóver, amit így néz ki, fasz a kis kapusznis cummendáres, nagyon-nagyon jó. Hát ezekbe szoktam mostanában, és sőt, aki szemfüles, és szokott engem követni az Instagramon, az láthatja tulajdonképpen, hogy már-már azért csepegtettem némi információt, sőt, egyébként abban is talán biztos, igen, emlékszem rá, egy-két live-ban már ittam is egyébként a jó öreg bögréből, amit mindjárt meg is fogok nektek mutatni. Szóval itt egy jó öreg kis pulcsi, nagyon frankó egyébként átdolgozás, nagyon-nagyon imádom ezt is, illetve itt van egy másik színbe, szürkébe ez nagyon király, gyerekek. Ez volt rajtam ugye, amikor volt az a magyar szellemvárosos videó, akkor ezt a pulóvert hordtam. Gyönyörű illata van. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen végre valahára elérhetőek a cuccok, úgyhogy meg lehet őket nézni, srácok, a live-nak a leírásában megtaláljátok a linket. Hopp, egy pillanat, a bögre, a jó öreg bögre, hozom. Gyerekek, komolyan mondom, ebből még a víz is sokkal jobban esik. Hát itt a jó öreg bögrék, itt is láthatjátok a jó öreg kis logót, nagyon pöpecül megcsinálva, sőt egyébként nagyon igényes is, mert bárhogy kaparom, ez nem jó, ez nem tudom, hogy bele van égetve, vagy én nem tudom, hogy mi van ezzel csinálva, de baromi jó, és hát elég igényes is legalábbis szerintem, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy csekkoljátok le a leírásban levő shoplinket. Én nem akartam tovább húzni a szót, igazából nagyon-nagyon sok videóban, nagyon-nagyon sok live-ban, meg mostantól kezdve azért elég sokszor fogtok a shopról hallani, úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le, srácok. Még egyszer, ott van a leírásban, a videónak a leírásában, nézzétek meg, remélem, hogy tetszenek, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy írjátok meg, srácok, hogy mik azok a cuccok, amik szerintetek még jó lenne és kellene belőlük valamit csinálni. Gondolok itt mondjuk párnára, vagy toltartóra, vagy mit tudom én, amit ti gondoltok, hogy szerintetek tök jó dolog lenne, és nektek szükségetek lenne rá, szóljatok, és megcsináljuk, jó? Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy legközelebb már neked is lesz ilyen Jussó TV-s pólód, sőt, a következő két hónapban vásárolsz bármiféle Jussó TV-s pólót, vagy pulóvert, hashtageld be Instagramon, vagy Facebookon a hashtag Jussuminátor szót, és küldd el nekem egy képben Facebookon, az is ott lesz majd a videónak a leírásában, köztetek kisorsolok még egy általatok választott terméket is. Nézzétek meg, mindenféleképpen várom a hashtag Jussuminátor, hogy cuccok arról a képet, és hát remélem, hogy találkozunk nem sokára egy videóban vagy egy live-ban. Én Jussó voltam, sziasztok!